Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Rombolás vagy építő munka vár Szekszárdra, Lázár János szerint hatalmas a tétje az időközi választásnak. Elfagyó vízórák, érdemes már most téliesíteni az eszközöket. Márton napja, több legenda, népi hagyomány és szokás is kapcsolódik az ünnephez. Kiskorú intim képeivel élt vissza, a férfi azt mondta, bosszúból cselekedett. Újraindul a 2019-ben megakadt építőmunka, vagy folytatódik a rombolás. Ez a vasárnapi szekszárdi időközi választás tétje Lázár János szerint. A miniszter azt mondja, ahhoz, hogy Szekszárd ismét fejlődő pályára álljon, elengedhetetlen Szollár Zoltán győzelme. Csokolom, zavarunk? Elnézést kérünk, hogyha megzavartuk, de lelés éppen ebéd után? Ilyen üveg embereket nem lehet megzavarni. Nem, kezdjük, csokolom, Lázár János vagyok. Jó napot kívánok! Csokolom! Lázár János és Szollár Zoltán személyesen látogattak el a szekszárdi 4-es számú választó körzet lakóihoz. A beruházási és építési minisztert, valamint a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselőjelöltjét szerdán látta vendégül a Herman Ottó utcában lakó Balogh József és a neje Balogh Józsefné. Most itt ugye tetszik tudni, hogy az is tétje a választásnak, hogy ki lesz a többségben a képviselőtestetben. Ezek a felvételek pedig már egy másik Herman Ottó utcai lakásban készültek. A szaktárca vezetője nem titkolt céllal, részben azért érkezett Szekszárdra, hogy Szollár Zoltán kampányát segítse. Lakossági fórumot is tartottak együtt, ott Lázár János megismételte azt, amit nem sokkal korábban stábunknak is elmondott, vagyis, hogy Szollár Zoltán győzelme azért különösen fontos, mert egy kormánypárti többségű közgyűlés hatékonyabban tud együttműködni a kormánnyal, mint egy ellenzéki. Szekszárd nagyon jó szövetségesünk, és azt bizton állíthatom, hogyha egy építő többség van a képviselőtestületben, hogyha a józanész nyer a vasárnapi időközi választáson, akkor a kormány jó szövetségesen marad Szekszárd városának, és a szekszárdiak mindenben számíthatnak ránk. Lázár János kameránknak arról is beszélt, szerinte az éjjel Szekszárd képviselőit súlyos felelősség terheli, amiért a Tolnai megyeszékhelyen 2019 óta megakadtak a fejlesztések. Szekszárd városának érdekét, a szekszárdiak érdekét pártpolitikai célok miatt feláldozták. Mert a szekszárdi ellenzék azt csinálta, mint az országos ellenzék, nem tudtak építeni, csak rombolni. Ezért a vasárnapi időközi választásoknak az is tétje Szekszárd városában, hogy építő többség vagy romboló többség lesz a képviselőtestületben. Szollár Zoltán a november 13-ai időközi választáson indult a Fidesz-KDNP színeiben, Szekszárd 4-es számú választókörzetében. Azt mondja, a programjában szereplő út, járda, játszótér felújításokat, valamint minden programelemet a helyiekkel egyeztetve alakított ki. Programunkat úgy építettük föl, hogy nem akartuk, hogy szerettük volna ráerőltetni senkire se már előre-előre készített programot, hanem együtt beszéltük meg az utcafórumukon, hogy ti mit szeretnétek, és ez került bele a programunkba. Horváth István, Szekszárd országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy 2019-ben, amikor az éjjel Szekszárd többségbe került a közgyűlésben, rövid időn belül megakadtak a helyi fejlesztések. Megálltak a beruházások, és gyakorlatilag a város fejlődése megrekedt. Ugye azt az is mutatta, hogy mennyire tudtak ők együtt dolgozni, hogy nem tudták sokáig tartani ezt a kvázi többségüket, a lehető első alkalommal már kiugrott onnan egy képviselő. Szekszárd 4-es számú választókörzetében november 13-án vasárnap tartanak időközi választást. Letették az esküjüket azok a delegált tagok, akik részt vesznek a november 13-ai szekszárdi időközi választás lebonyolításában. A munkát összesen 43-an végzik majd el. A Tolnai megyeszékhelyen vasárnap reggel 6 és este 7 óra között 5 szavazókörben adhatják le voksaikat a választók. Ezek a Szekszárdi Szakképzési Centrumhoz tartozó kereskedelmi szakközép és a Babits Mihály általános iskolákban, valamint a Mérei utcai óvodában lesznek. Voksolásra összesen közel 2500-an jogosultak. Nem tetszettek a helyieknek az éjjel Szekszárd által adományozott facsemeték, amiket a polgármesteri hivatal munkatársai a kápolnatéri rózsakertben ültettek el. Ezért Ács Rezső, a megyei jogú város polgármestere áthelyezteti azokat. Az ÉSZ frakció a kampány ideje alatt adta a növényeket a településnek. Forrásunktól úgy tudjuk, a felkínált helyszínek közül is ők választották ki az érintett területet. Bomba Gábor, az éjjel Szekszárd frakció vezetője viszont ezt kérdésünkre cáfolta.
Ács Rezső most az ügy rendezése érdekében azt kérte a helyi főkertésztől, találjon alkalmasabb helyet a csemetéknek. A faültetés kapcsán jelzések szintén érkeztek, hogy talán ez a faültetés itt nem megfelelő ezen a területen, ezért a polgármester úr azt javasolta, hogy gondoljuk át, illetve hogy a felajánló szervezettel, illetve a lakossággal egy közös egyeztetéssel döntsünk a fák másik helyéről, átültetéséről. Forgalomkorlátozás lesz érvényben pénteken Szekszárdon a Tolna megyei önkormányzat előtt. A szakemberek ugyanis felújítják az ott található okos zebrát. A munkálatok néhány órát vesznek csak igénybe. A tolnai megyeszékhely vezetői türelmet és fokozott figyelmet kérnek a helyiektől. Ugyan fagyok még nincsenek, a családi házaknál, tanyáknál található vízórákat érdemes már most téliesíteni. A hideg ugyanis kárt tehet azokban, akár el is fagyhatnak. Az esetek legnagyobb részében ezen eszközök állagmegóvásáért az ingatlan tulajdonosok felelnek. Így néz ki egy elfagyott vízóra, betört védőüveg, eldeformálódott szerkezet. Bár egy enyhe őszt tudhatunk lassan magunk mögött, itt az ideje, hogy felkészüljünk a térre. Legalábbis ami a vízórát illeti, ha nem akarunk felesleges bosszúságot és költséget magunknak, hiszen a tönkrement eszköz és rendszer költségei az ingatlan tulajdonost terhelik. Amit a fogyasztók meg tudnak tenni a fagy védelem érdekében, ugye az, hogy a vízmérőaknákban a vízmérőaknákat hőszigetelik, a vízmérőaknák fedlapjait ellenőrzik, hogy ne legyen repet, ne hiányozzon. Ezeket nyilván pótolni szükséges, független attól, hogy ezek a vízmérőaknák a fagyhatár alatti mélységben vannak a szerelvények. Ettől függetlenül, hogyha ha nem megfelelő a fedlap kialakítás, ugye a hideg le tud jutni a vízmérőhöz meg a szerelvényekhez. Érdemes ezért a fedlapokat is résmentesen lezárni, de a teljes aknát is lehet hőszigetelni, akár maradék hungarocellel. Az előrejelzések szerint november 2. felében már tartósan 1 Celsius fok köré csökken éjszaka a hőmérséklet, mínuszokra azonban csak december elején kell számítani. Fontos az is, hogy a kerti csapok vagy a ház oldalán lévő csapok fagytalanítása is megtörténjen. Itt azért arra vigyázni kell, hogy a fagytalanító csapoknak ugye az a tulajdonsága, hogy a csőben lévő vizet leengedjék, viszont ugye arra is figyelniük kell, hogy ez megfelelően elzárva legyen, mivel ezen a fagycsapon keresztül is, ha nem megfelelően zár el, akkor el tud folyni a víz. Ezt úgy lehet ellenőrizni, hogy a főcsapok lezárása után meg kell nézni, hogy a vízóra szánykereke forog-e. Ha nem, akkor sikerült a művelet. Tehát mielőtt az első fagyok beállnak, érdemes megcsinálni a víztelenítést. Ha mégis megtörténne a baj, úgy a szolgáltatót kell értesíteni, és a szakemberek kicserélik a vízórát. Súlyosan megsérült egy fiatal nő csütörtökön reggel, miután az autójával balesetet szenvedett Bátaszék és Bátak között Furkópusztánál. A kocsi eddig nem tudni miért megcsúszott az úton, ekkor történt a baleset. A helyszínelés ideje alatt az érintett útszakaszon rendőrök irányították a forgalmat. November 11-én Márton napját ünnepeljük. A jeles naphoz több legenda, népi hagyomány és szokás is kapcsolódik. A néphagyomány úgy tartja, a karácsony előtti 40 napos böjt utolsó ünnepnapjához, tehát ilyenkor rendszeresek a lakomák. Ezeknek pedig elkerülhetetlen kelléke az újbor és a liba ételek. Libák, meg falevelek, meg ősszel, meg csillagok. A kisebbek nemrég készítették, az idősebbek pedig már évek óta őrzik és vigyáznak azokra a lámpásokra, amiket évről évre kézbe vesznek, hogy azzal vonuljanak fel. A szekszárdi Baka István általános iskolában már több mint 20 esztendeje hagyománya Márton napi program. Ilyenkor a gyerekek egész napja azzal telik, hogy Szent Mártonról és a hozzá kapcsolódó szokásokról, hiedelmekről tanulnak. Hallgattunk Márton napi dalokat, meg kézműveskedtünk róla, meg beszélgettünk róla, néztünk mesét. Szent Márton, hát télen egy nagy hóviharba elment a lovával egy várba, elindult, és találkozott egy szegény emberrel, aki nagyon-nagyon fázott, és a kardjával felbevágta a köpenyét, és odaadta neki.
Szent Márton jóságáról és szerénységéről már életében legendák kerintek, hívei meg is akarták választani püspöknek, ő azonban sorsa elől menekülve inkább elbújt a libák ójába. A legenda szerint az állatok gágogásukkal árulták el Szent Márton búvóhelyét. Az egész életét áthatotta a szerénység, az alázat és egy aszketikus szerzetesi életvitel, tehát ő püspökként is megtartotta ezt a szegény életmódot, és egész nyáját, egész az őt követő közösséget, mindenkit a lelki üdvözülésükre buzdított, illetve erre a szegény életmódra buzdított. A néphagyomány szerint november 11-én nem csak Szent Mártonról emlékeztek meg az emberek, ekkorra fejezték be az aratásokat, a szüretet, ilyenkor kiadták a munkásoknak a bérüket, és amellé mindenki kapott egy-egy hízott libát is, amit még aznap este javallott volt elfogyasztani, hiszen másnap már kezdődött a 40 napos bőjt. Felújítják Szekszárdon a Mészáros Lázár utcában található evangélikus templomot. A munkálatok az épület tornyát és a homlokzatot érintik. A mostani fejlesztés egy több éves beruházási terv részeként valósul meg. A munkához szükséges pénz harmadát az állam biztosítja. Egy jelentős részt a Bajor Evangélikus Egyház is adott, a fennmaradó összeget pedig helyi adakozásból finanszírozzák. Kiskorú ex-barátnője intim képeit töltötte fel a Facebookra egy dunaszentgyörgyi férfi, miután feltörte a lány és annak nevelőapja profilját. Azt mondta, bosszúból tette, mert a sértett elhagyta őt. Az ügyben most született bírósági ítélet. Még 14 évesen volt a lány, amikor megismerkedett a 22 éves dunaszentgyörgyi férfival. A kapcsolatuk nem tartott sokáig, szakítottak. A fiú viszont bosszúból előbb feltörte a korábbi partnere Facebook profilját, és oda a sértettől kapott aktképeket töltött fel, majd ugyanezt tette a kiskorú áldozat nevelőapjának a fiókjával is. Az intim képekkel visszaélő férfit négyszer hallgatta ki a rendőrség. Először mindent beismert, majd egyre kevesebbet végül már mindent tagadott. Amikor a bíró megkérdezte, hogy fordulhatott ez elő, újra hazudott. Azt mondta, ő végig ugyanazt vallotta. A Szekszárdi Járásbíróság több bűncselekményben is bűnösnek mondta ki a vádlottat, gyermekpornográfia büntettében személyes adatta a visszaélés vétségében, illetve egyéb informatikai rendszer megsértésének büntettében, illetve vétségében is, ezért halmazati büntetés szabott ki a vádlottal szemben, 1 év 11 hónap börtönre ítélte, ennek végrehajtását 4 évi próbaidőre felfüggesztette. Az, hogy a férfi a vallomásait folyamatosan változtatta, nem volt okos döntés. Ez ugyanis egy ilyen helyzetben a szavai hihetőséget kérdőjelezi meg. Mivel az eljárás során többször is vallomást tett egymásnak, illetve magának is ellentmondó vallomásokat tett, így megdőlt a szava hihetősége, és a bíróság a tényállást az egyéb bizonyítékok alapján a vádnak megfelelően megállapította. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert az ellen a fiatalkorú barátnője intim képeivel visszaélő férfi fellebbezett. Regionális híreink következnek. Segítség a családoknak, ledízzó csereprogramot indít Kaposvár. Fejlesztésekkel spórolnak, sok cég beruházásokkal enyhít az elszálló költségein. Bevallási kötelezettség az általány adózóknak, minden hónapban be kell adni a nyomtatványt. Ledes izzó csereprogramot indít Kaposvár. Minden városlakó előtt nyitva a lehetőség, hogy ingyenesen, korszerű és energiatakarékos fényforrással cserélje ki az elavult villanykörtéket a háztartásban. Ezzel egy átlagos család akár 30 ezer forintot is spórolhat évente. Már elérhető az a weboldal, amin keresztül igényelni lehet a ledes izzókat, jelentette be ma délután Kaposvár polgármestere. Szita Károly szerint, mivel egy háztartás villamos energia költségének harmadát a világítás adja, azért is fontosak az energiatakarékos izzók. Ezek cseréjével akár 30 ezer forintot is megspórolhatnak a városok egy évben, amelyre most nagy szükség is van, hiszen a háborús infláció mindenkit érint. A mai naptól kezdődően a kaposvári lakcímkártyával és kaposvári fogyasztással rendelkező magánszemélyek jogosultak erre. Jogosultak arra, hogy háztartásába ingyenesen korszerű lett fényforrásokat igényelhessenek. A regisztrációt elindítottuk, ma és december 12-éig áll fenn ez a lehetőség. Az ingyenes ledekre minden kaposvári polgár jogosult,
aki valamely kaposvári fogyasztási helyen villanyszámlát fizetne. Regisztrálni a let.kaposvár.hu weboldalon lehet. Akik nem rendelkeznek internet eléréssel, azok 4 regisztrációs ponton kaphatnak segítséget, a többi között a könyvtárban és a városházán. A regisztrációhoz szükség lesz egy személyigazolványra, egy lakcímkártyára, illetve az adott fogyasztási hely, amelybe a ledesízókat igénylik, erre a fogyasztási helyre vonatkozó utolsó havi villanyszámlára. A regisztráció lezárta után december 12-től történik az igények feldolgozása, majd várhatóan jövő év februárjától lehet átvenni a ledes fényforrásokat. Sok cég a fejlesztésekben látja a megemelkedett rezsiköltségek megoldását. Vannak, amelyek a nehézségek ellenére is beruháznak, például egy új fűtési, napelemes vagy klímás rendszerbe. Napokban készült el a tetőtéri hűtő-fűtő berendezés beltéri része. Mutatja nemrég elkészült beruházását a Szőnyeg áruház tulajdonosa. Horváth István azt mondja, váratlanul érte őket a rezsiköltségek drasztikus emelkedése, ezért is terveztek most egy új fűtési rendszert. A szakemberek azok jöttek, számoltak, és az a célunk, hogy teljesen függetleníteni tudjuk magunkat a központi rendszertől, úgyhogy önállátóak legyünk energiába. A fűtés, a világítás és az épületben használt gépek energiaellátását is fedeznék a napelemek. A cég több 10 millió forintot költött erre saját forrásból. Ez pedig már egy fonyódi étterem. A tulajdonosa szerint nekik szerencséjük van, mert kevés gázt fogyasztanak, az áramot pedig fix tarifával kapják a jövő év végéig. Az infláció és az áremelkedések miatt azonban még sincsenek könnyű helyzetben. A nagy kereskedők azok heti szinten emelnek, úgyhogy ezt nagyon nehéz követni. Tehát ugye mi fix étlapokkal szoktunk dolgozni minden évben, és hát ugye általában egy évre tervezünk egy étlapot, tehát nem egy ilyen A4-es lapot nyomtatunk, hanem étlapot, és így nehéz követni. Tehát próbáljuk azért úgy összehozni, hogy ne kelljen sokat áramelni. A brutális energiaárak miatt sok étterem be is zár a téli hónapokra, és csak tavasszal, a fűtési szezon után nyit majd újra ki. A Katárról általányadozásra áttérő vállalkozóknak havonta bevallást kell benyújtaniuk a NAV-hoz. Ezt az 58-as számú nyomtatványon tehetik meg az érintettek, amely dokumentum kitöltését egy webes felülettel segíti az adóhivatal. Az online nyomtatvány kitöltő alkalmazáson keresztül ügyfélkapus azonosítást követően érhető el a rendszer. Szeptember 1-től a Katárról általányadózásra áttérő adózóknak több kötelezettségük lett. Az 58-as számú nyomtatványt a Nemzeti Adó és Vámhivatal részére kell megküldeni minden hónap 12-éig. Ebben a dokumentumban szerepel a társadalombiztosítási járulék és a szociális hozzájárulási adó, illetve az SZIA előleg. Egy webes alkalmazás tette egyszerűbbé ezt a folyamatot. Azok az adózók tudják használni, akik Katárról áttértek általányadózásra és megfelelnek a feltételeknek. Tehát adott hónapban nem szüntették meg a tevékenységüket, nem is szüneteltették, és a munkavégzés jellege sem változott, illetve még nem adtak be 58-as bevallást. Nem tartoznak azonban az általános adózói körbe azok az egyéni vállalkozók, akik a bevallási időszakban támogatást kaptak tevékenységükhöz, pénzbeli egészségbiztosítási támogatásban, családtámogatásban vagy szociális ellátásban részesültek, illetve családi adó és járulékkedvezményt érvényesítettek. Nekik a teljes tartalmú 58-as nyomtatványt kell benyújtaniuk. A felület egyébként az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban érhető el azok számára, akik megfelelnek a feltételeknek. Ügyfélkapus azonosítás után erre a szövegre kattintva már kitölthető a bevallás. Hogyha arra rákattintunk, és további tevékenységgel kapcsolatos kérdésekre válaszol az adózó, akkor rögtön feljön az a felület, amit ki kell töltenie. Nagyon sok adatot megad előre a hivatal, de ezek az adatok természetesen módosíthatók is. Az adózónak annyi feladata van, hogy a bevételét szerepelteti, illetve a jövedelmét szerepelteti ezen a felületen, és megadja azt a költséghányadot, amit alkalmazni szokott. Fontos tudnia az adózónak, hogy a végzett tevékenységéhez szükséges középfokú végzettség vagy sem, mert ettől függ, hogy a 200 ezer forintos minimálbérrel, vagy a 260 ezer forintos garantált bérminimummal, illetve a tényleges jövedelemmel kell számolni a kötelezettségét. A dokumentum kitöltése után pedig a befizetés is egyszerűen elvégezhető a felületen.
Az 1978-as Röpüly Páva verseny sikerére emlékeztek a Szennai Művelődési Házban. Akkor ugyanis a Zselic Néptánc Együttes ezüst fokozatot szerzett az országos megmérettetésen. Fogány Szent Péter, Szenna, Szényér, Szultújfalu és Törökhoppány. Kudlik Júlia konferálta fel majdnem fél évszázaddal ezelőtt a Somogyi Együttest. Tagjai még most is jól emlékeznek a megmérettetése, annak hangulatára. Azt mondják, rengeteg sikerük volt, de az egyik legkedvesebb ez, amit mesterükkel, Csikvár Józseffel közösen értek el. Józsi bácsi volt a mesterünk, egy nagyon kedves és nagyon szigorú ember volt. Lehetett vele barátkozni, de amikor föllépésre készültünk, akkor határozott, szigorú volt. A Röpüly Páva műsor 1978-as felvételét az egykori tanácselnök Jakab József szerezte meg a Magyar Televíziótól. Ezt is levetítették a hétvégén a Szennai Művelődési Házban. A népi együttes működött, nagyon sokan aktívan táncoltak még akkor is, akik már ugye sokan nincsenek köztünk, sokan megöregedtek, és azért gondoltuk, hogy szervezünk egy ilyen alkalmat most 45 év után. Hát, ha lesznek olyanok a szereplők családjából, akik esetleg szeretnék látni azt, aki már nem él, vagy a nagypapát, vagy az apukát táncolni. És ezért szerveztük ezt az alkalmat. A néptánc mindig is nagyon jelentős szerepet töltött be a szennaiak életében. Innét indult az, hogy utána sok-sok évvel, amikor én ide kerültem, és az iskola veszélybe került, az általános iskola, akkor arra jutottunk, hogy a hagyományőrzés, a kultúra ápolása az a vonal, ahol talán megmaradhatunk. És 2000-ben jött létre az önkormányzatok alapításával és az a közreműködésemmel a Zselic Művészeti Iskola. A művészeti iskola fiataljai néhány éve szintén szép sikereket értek el a Röpüly Páván. Élőadásba kerültek ők is. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Rombolás vagy építő munka vár Szekszárdra. Lázár János szerint hatalmas a tétje az időközi választásnak. Elfagyó vízórák, érdemes már most téliesíteni az eszközöket. Márton napja, több legenda, népi hagyomány és szokás is kapcsolódik az ünnephez. Kiskorú intim képeivel élt vissza, a férfi azt mondta, bosszúból cselekedett. Pénteken reggel még lehet párásság, kötfoltok, majd változó vastagságú, itt-ott időről időre felszakadozó felhőzet, de időszakos napsütésben is bízhatunk. A légmozgás általában gyengének ígérkezik, csapadék nem valószínű. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemreméltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!